Ők az Aprófalva óvoda apró rendőrei. Az intézmény még 2010-ben kapcsolódott az Ovizsaru országos kezdeményezéshez. Azóta rendszeresen tartanak foglalkozásokat az óvodában a biztonságos közlekedés kapcsán. Nem ilyen van most rajtatok, de mi az, ami ugyanúgy rajta van a mellényeteken, mint ezen? Na? Ez a csík. Az a csík, bizony, bizony. Na, ezt hogy hívják? Milyen csík? Én tudom. Igen? Az fény visszaverő csík. Visszaverje az autót fényét sötétbe, hogy az autót vezetője láthassa. Így van. Az ősz közelettével fontos megismerkedni a láthatóság témakörével. A legtöbben sikerrel sajátítják el az új ismereteket. Ezt hova kell felszerelni? Biciklire. Jó, de hova? Előre. 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 Igen, és a pirosak? Jó. Úgy érezzük, hogy nekünk ez hasznos, mert a gyerekeknek nagyon sok ismeretet, pozitív beállítódást tudunk nyújtani a rendvédelmi szervek munkája iránt. A gyakorlati életünkben is nagyon hasznosan beépítjük. Foglalkozásokat szervezünk, éves munkatervünk van az apró rendőr programról. Havi lebontásban minden hónapban hívunk előadókat, vagy tervezünk programokat, eljárkálunk gyakorolni, közlekedni múzeumokba, tűzoltóságra, könyvtárba. Van, amikor nálunk van meghívott előadó, és ő tart például biztonságos eszközök használatáról előadást, vagy bármilyen egyéb, vagy rendőrkutyás bemutató is volt már nálunk. Itt tulajdonképp nekünk az a célunk, hogy mindenképpen a gyerekeknek a pozitív hozzáállása meglegyen. Amikor eleinte kezdtük ezt a programot, nagyon megijedtek a rendőröktől. És ekkor gondolkoztunk el a kolléganőkkel, hogy a pozitív megerősítés legyen, és most már ott tartunk, hogy szeretik, várják, kérdezik, szülők is részt szoktak venni a programjainkon, nyitottak a programok, ha idejük van, szívesen látunk bárkit. Ez azt jelenti, hogy mindig meg kell fogni a kezdőt. Még nem minden táblát ismernek pontosan a kezdő apró rendőrök, de a kreatív foglalkozásokon tovább fejleszthetik tudásukat. Szerintetek, ha fel van festve a zebra az úttestre, akkor minek kell még oda ez a tábla? Hogy az autók odafigyeljenek a nőségre. Hát te nagyon-nagyon okos vagy. Az elmélet mellett a gyakorlat is fontos szerepet kap képzésükben. A Nógrád megyei rendőrfőkapitányság 2015 őszén kapcsolódott a Salgótarjáni Aprófalva óvoda apró rendőr programjához. A program sokkal korábban indult, és már a tagovoda vezető asszony keresett minket ezzel kapcsolatban, hogy szeretne együttműködési megállapodást kötni velünk. Mi nagyon megörültünk ennek, és miután 2015 őszén megszületett az együttműködési megállapodás, azóta segítjük az apró rendőr programot különböző előadásokkal, illetve különböző tárgyi adományokkal. Ezeknek az előadásoknak a fő célja a gyerekeknek a közlekedésre nevelése. Próbálunk mindig aktuális témákkal foglalkozni, illetve az apró rendőr programhoz is igazodni. Így például ősszel a láthatóság témaköre kerül elő, de ugyanúgy beszélgetünk a segélyhívó számokról, mit kell tárcsázni, mit kell mondani, ugyanúgy beszélgetünk például a rendőri hivatásról, a rendőr egyenruhára, és még nagyon sok kérdésre válaszolunk, amit a gyerekek feltesznek nekünk. Nagyon örülünk, mert már kiskorban el kell kezdeni a gyerekeknek a közlekedésre nevelését, méghozzá úgy, hogy megjelenik a rendőr az óvodákban, általános iskolákban, és személyes közvetlen kapcsolat alakul ki így a gyerekekkel. Végeredményben én azt gondolom, hogy például a láthatóság témakörénél, ha már egy óvodásnál elkezdjük például rászoktatni, hogy mindennapi élet része legyen a láthatósági mellény, és ott legyen a kis csomagjákba, a zsákjába, és pedig elmegy utána általános iskolába, ott pedig tényleg az iskolatáskának a részévé válik, akkor ez felnőtt korban már beépül a mindennapjaiba, és nem kell külön felhívni ennek a használatára például a figyelmet. Ugyanígy a segélyhívó számoknál is nagyon fontosnak tartottuk, hogy ezeket a segélyhívó számokat tudják a gyerekek, bármi előfordulhat velük a mindennapjaik során, és hogyha ezek tudatosulnak bennük és rögzülnek, akkor pedig könnyebben tudják megoldani a problémáikat. Lassítani kell, ami azt jelenti, hogy szét kell nézni, hogy nem eljön.
keresztirányú forgalom, ha jön, akkor annak elsőbséget adunk, elengedjük, ha nem jön, akkor pedig bemegyünk ebbe a körforgalomba, és lehet megint menni a pályán. Az Aprófalva tagóvoda idén egyébként elnyerte a biztonságos óvoda címet, és kiváló referencia intézménynek minősítették. Mindezek mellett örökös zöld oviként nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos nevelésre.